A világgazdaság, vagyis a végén mindig is a magyar és a világgazdaságáról, üzleti életéről tájékoztatott. Most pedig 55 éves fennállása alkalmából egésznapos rangos konferenciát rendezett. A hazai gazdasági élet legfontosabb szereplő is. Terveikről beszéltek. Túl vagyunk egy fordulaton, ha így nézzük, jövünk ki a viharból. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter előadásával kezdődött a világgazdaság 55. jubileumi konferenciája. A tárcavezető elmondta, az idei az infláció letörésének éve, 2024 a növekedésé és a helyreállításé lesz. Gazdasági növekedés tekintetében a idei év harmadik negyedévében már növekedés figyelhető meg, és egyre gyorsulni fog ez a javulás. A reálbérek tekintetében a növekedés szeptemberre várható. Alapvetően a teljes gyógyulás viszont 2024-re esik. Nagy Márton hozzátette, szeptembertől 3%-os reálbérnöveléssel indul az új szakasz, a későbbiekben 5% körüli mérték környékén állandósulhat a reálbér növekedése. A jövő évi minimálbérrel összefüggésben kiemelte, hogy az emelés mértéke 10-15% között alakulhat. Infláció tekintetében év végére 7-8% körüli infláció, jövő évben pedig 5-6% átlagos inflációt gondol a kormány. Ugyanakkor növekedés tekintetében az idei 0% körüli, tehát stagnálás után jövő évben erős visszapattanásra számítunk, 4%-os gazdasági növekedést gondolunk, ami nem csak önmagában magas, hanem Kelet-Közép-Európában a legmagasabb gazdasági növekedés lehet. A rendezvényt nagy érdeklődés övezte. A világgazdaság 55. jubileumi konferenciáján a hazai gazdasági szegmens legfontosabb szereplői szólaltak fel. Szólni szeretünk volna a reálgazdasági, tehát azoknak a szereplőknek, akik egyébként effektíve a termelést hajtják végre az országban, és persze a pénzügyi résznek is, hiszen nagyon fontos. 1968 után, ha már visszagunk 55 évre, mostani 2023-as esztendő sem a könnyű világába, könnyű műfajú világba tartozik. Nagyon fontos a tekintetben, tehát a finanszírozásnak, a pénzügyi oldalnak a megtalálása. Épp ezért általában ebbe a két irányba mozdultunk el, legalábbis ami a mostani konferenciát illeti. Egy nagyon nívós előadóink vannak, akár a közönség sorait is említve, hiszen nem pusztán az előadók között, hanem a szaktekintélyek ott ültek a közönség soraiban is. Rápillantva itt az érdeklődésre, még egy konferenciát össze tudtunk volna hozni. A nap folyamán szó esett a világgazdasági kihívásokról, az energiaiparról, a KKV-szektor támogatásáról, illetve arról is, hogy mitől kaphat lendületet a lakosság és a vállalati hitelpiac.